második részét holnap délután 5 óra 5 perckor láthatják senkinek sem ártani címmel az MTV1-en. Maradunk még Magyarországon. A következő 25 percben Alsó-Szentmártonra látogatunk, és megnézzük, hogyan élnek. Alsó-Szentmárton Baranya megye egyik legismertebb települése. A hírnevet azonban nem a példaértékű fejlődéssel és fejlesztésekkel érték el, hanem egy olyan települési és benépesítési koncepcióval, amely később magával rántotta a falu lakosságát. Alsó-Szentmártonban valamikor csak horvátok éltek. A 60-as években a politikai vezetés állítólag egy cigány mintafalvat akart létrehozni, ennek helyszíne pedig ez a kis falu lett. Az eredmény évek alatt éreztette a rossz döntés hatását. A horvátok ugyanis azonnal megkezdték a kiköltözést, amikor a romák megjelentek Alsó-Szentmártonban. A valamivel több mint 1000 lakosú települést mára csak cigányok lakják. Az egykori politikai vezetés által is támogatást élvező elképzelést pedig mindenki elfelejtette. Ez is egy horvát és sokat szembené volt. És én is úgy vásároltam meg ezt a házat. Ugye, mert látták, hogy most nem akarták, hogy cigány szomszédjők legyen nekik. És akkor egyik a másik után adták el a házakat. Tehát, hogyha jól értem, arról volt szó, hogy a horvátok azért mentek ki ebből a faluból, mert látták, hogy egyre több cigány jön be. Igen, igen. És miért tartottak önöktől? Hát, én erre pontos választ nem tudok adni, mert nem is akarok. Mire gondol? Hát voltak ilyen politikai okok, meg minden, ugye, mert egy időben ők azt akarták, hogy a cigányokat költöztessék el innen. Még a 80-as években, 80-as, 85, és akkor volt a cigány kérdés, ugye? Hogy azt mondták fönt a kormányba, hogy már pedig ez így nem lehet. Akinek nem tetszik, az fogja magát és álljon odán. Ezt a lépést Gyurgyovics Istvánék is megtették volna, de mint említette, nekik már nem volt hova menniük. Az alsó-szentmártoni cigányok egyébként a 80-as évek végéig még megéltek. Többségük segédmunkásként járt be dolgozni a környékbeli nagyvárosokba, de a rendszerváltás gazdasági eseményei után mindennek befellegzett. Egy pályája elején lévő pap azonban felfigyelt az itteni emberek értékeire és problémáira. Lankó József 1980-tól nem csak hitüket próbálja visszaadni az alsó-szentmártoniaknak, hanem az anyagi juttatásokért is megtesz mindent. Lankó József az egyedüli a faluban, akit úgy hívnak a nagy fehér ember. A lelkipásztori munka az nem, annak egy kis része a szószéken teljesített szolgálata. A nagyobbik része az mindig az emberekkel más szinten való törődés, foglalkozás, és hát korábban is azért az itteni gyerekek számára az egyházközség jelentette az egyetlen olyan alkalmat, hogy nyáron táborozni mehetnek, vagy hogy kiléphetnek innen, megismerik a külvilágot, tehát korábban is csináltunk mást is. Itt legfeljebb hozzájött még az addigi munkához egy sajátságos dolog, amit a katolikus egyházban Caritasnak hívunk, tehát egyfajta segítség az éppen bajban előtt. Lankó Józsefnek köszönhetően rendszeres adományokat osztanak szét a falubéliek között. Ez többnyire ruhákat jelent, de az élelmiszer juttatás is megszokott. A pap viszont arra is odafigyelt, hogy új munkájuk legyen az alsó-szentmártoniaknak. Néhány ügyeskező cigányt kosárfonó tanfolyamra küldött el, akik később átadták tudásukat. Kosárfonás már az egyetlen olyan dolog, ami ugyan kevés jövedelmet jelent, de a munkával legalább megy az idő.
az ember úgy kezdi, hogy a vesszőt kiválogassa, kihegyezi meg mindent, akkor körülbelül 2,5-3 óra hossza. És mennyi pénzért vesztegetik ezt az Alsó-Szentmártoniak? Hát itt az Alsó-Szentmártoniak azért, mert nincsen se vállalkozó engedélyük nagyon soknak, és akkor ők úgy szedik a vesszőt meg mindent. Más, mint én, hogy én úgy vásárolok. Mennyi az ára mondjuk egy ilyen kézkosárnak? Hát egy ilyen kézkosárnak, ilyen kicsinek, ez egy füles lesz, ez karoszkosárnak nevezik, ennek 400 forint. Az önkormányzati költségvetése 42 és 47 millió között van. Ebből majdnem a fele a szociális segélyezetek. Ezekben benne van a jövedelempótló támogatás, hisz ezek szociális segélyezet. Tudni kell a jövedelempótló támogatásokról, hogy akik a munkanélküli ellátásból kiesnek, azok átkerülnek 24 hónapra az önkormányzatoknál, ugye munkanélküliek jövedelempótló támogatásra. Tehát erre az állam 75%-ot ad, és a különbözetet, a 25%-ot az önkormányzatnak saját erőből, saját forrásból kell biztosítani. 400 gyereknek adunk gyermekvédelmi támogatást. Eddig 50 rendszeres szociális segélyezet volt, ami 10-12 ezer forint körüli, attól függ, hogy egyedülálló, vagy nem egyedülálló, tehát ez is egy komoly összeg. Utána következtek azok, akik kiestek a jövedelempótló támogatásból, egy rendelet értelmében, ugye meg kell állapítani, mint aktív korúaknak a rendszeres szociális segélyt, amihez az állam nem ad egy fillért sem. Hogyha ezeket a tételeket mind összeadjuk, akkor az egész állami támogatásnak a felét a szociális háló viszi el. A maradék közel 20 millió forintból az önkormányzat működteti a hivatalt, az általános iskolát és az önkormányzati óvodát. Az elmúlt években hitelek felvételéből kiépítették az ivóvízhálózatot, az utcák aszfaltburkolatot kaptak, de a legnagyobb gondnak megmaradt a szegénység. Nagyon háttérbe szorult itt az élet, és a szegénység, ami tényleg most nagyon nagy gondot jelent itt az itt élő embereknek, és ez a gyerekeken is nagyon kiütközik, még tényleg igazán sajnáljuk őket. De segíteni keveset tudunk. Igen. Ebben. Azt mondta egyik kolléganő, hogy ha gyakorlatilag az önkormányzat nem tenni ingyenessé az étkeztetést, akkor elképzelhető lenne, hogy éheznének a gyerekek. A menza befizetés 176 forint, ha jól emlékszem, illetve változó. Egy-két gyereknél 176 forint, és három is több gyerekek és családoknál 88 forint a gyerekeknek. Na most én úgy látom, hogy a szülőknek egy igen nagy erőfeszítés, hogy az étkeztetést a gyerekeiknek befizessék, hisz jövedelem az alig van, a jövedelem pótlókból, munkanélküli segélyekből és a családi pótlékból élnek a családok, és ezekből próbálják a gyerekeiknek finanszírozni hetente, hétről hétre, hogy be legyen fizetve. Vannak törések, van egy-két tanuló, akinek nem sikerül, mert nem jön meg még az a bizonyos munkanélküli segély, vagy a családi pótlék, akkor egy-két hetet esetleg kihagynak, de a szülők úgy folyamatosan próbálják biztosítani, hogy a gyerekek itt maradhassanak egész nap, tehát étkeztessenek is. Fáj a kutyám, nap a hasam, megütötted öreg basát, ördög ügyelt öreg basát, még bántotta a kutyám hasát. Petike az Alsó-Szentmártoni önkormányzati óvodába jár 18 társával együtt. A vers, amit magyarul mondott el, hosszú tanulásnak az eredménye, ugyanis a helybéliek elsősorban a cigány nyelvet beszélik. Az óvoda az első helyszín, ahol a gyerekek megismerkednek a magyar beszéddel. Magyarul? Magyarul? Tehén. Magyarul tehén. Magyarul kakas. Magyarul ló. A gyermek egy olyan háttérből jön, egy olyan családi háttérből, hogy bekerül az óvodába, és egy szót nem tud magyarul beszélni. Én azt hiszem, hogy nekünk az a feladatunk, hogy megtanítsuk a gyereket magyarul.
az, ami a legfontosabb, hogy óvodáskor végére a gyermek tanulja meg annyira magyarul, hogy amikor bekerül az iskolába, akkor meg tudja értetni magát, és megértse, amit a pedagógus, a tanítónéni kért tőle. Ugyanis nem mindegy, hogy a gyermek nem érti meg a feladatot, így nem tud majd tovább haladni. Nekünk elsődleges célunk, hogy az iskolába lépéskor a gyermek olyan nyelven beszéljen magyarul, tehát úgy beszéljen magyarul, hogy ne legyen neki hátrány. Természetesen a cigány nyelvet beszéljük, illetve a dajkánk az, aki beszéli és foglalkozik is a gyerekekkel, és a gyerekek azok, akik minket tanítanak. Tehát amikor a gyermek hozzánk cigányul beszél, azt mi már megértjük. És az egyszerű szavakkal, az egyszerű mondatokkal már mi is válaszolunk rájuk. A faluban szeptember óta működik egy másik óvoda is. Jovánovics Ágnesék a cigány hagyományok és a nyelv megőrzése mellett fontosnak tartják a katolikus vallás elmélyítését is annál a 74 gyermeknél, akiket az óvoda vezetői istenképmásának tekintenek. Természetesen imádkozunk is, de megtartjuk az egyházi ünnepeket is, de ez abban nyilvánul meg igazán, hogy minden gyerek az Istennek a képmása, és mi így figyelünk oda rá, és így foglalkozunk vele mindenkivel egyenien, személyesen, és mindenkit abba erősíteni, amiben a jó. A gyerekek ezt megértik? Igen. A gyerekek nagyon okosak, sok mindent megértenek és megéreznek. Mit tanulnak meg abból, vagy hogyan tudják ezt kamatoztatni, hogy minden gyerek, minden ember Istennek a képmása? Hát ezt úgy tudják későbbiekben kamatoztatni a gyerekeim, hogy ő maguk is ugyanúgy fognak bánni a másik emberrel, és azt észrevenni benne, hogy a másik is ugyanúgy az Isten képmása, mint ahogy én magam is. Tapasztalatom szerint a cigányok többsége Isten hívő, és ez azért jelent egyfajta biztonságot az életben. Tehát, hogy ez különféleképpen nyilvánul meg a hite vagy a vallásosság az egyes embereknek, de azt hiszem, hogy éppen a nehéz helyzetekben mégiscsak egy kapaszkodó pont a számukra. Sokan járnak ide a templomban, vagy nem feltétlenül ez határozza meg a hitüket? A hitükből fakadóan valamilyen körön mindannyian ide tartozónak tudják magukat. Hogy ez kinél jelenik meg heti egyszer-kétszeri templomba járásban, az változó. Egy olyan 50 és 100 között mozognak azoknak a száma az ezres faluból, akik rendszeresen jönnek templomba. Aztán vannak olyanok, akik nagyobb ünnepeken vagy családi ünnepek alkalmával jönnek el. Hasonlóan kevés azon gyermekeknek a száma, akik felső tagozatosként rendszeresen járnak az iskolába. Az alsószentmártoni gyerekek egyébként csak a harmadik osztályt fejezik be helyben, negyedik osztálytól viszont a szomszédos egyházas haraszti iskolába kellene járniuk. A polgármester az iskola kerülés okát jól ismeri, és hát a következményeit is. A nyári alkalmi munkákat megragadják a szülők is. Néhány gyerek ilyen esetben otthon ügyel a kisebb testvéreire, és éppen ebből kifolyólag van az, hogy nem járnak rendszeresen. Sok az iskolamulasztás, és ennek szankciói vannak, szabálysértékes és egyéb. Most itt felmerül az a gondolat, hogy miből fizetik a szabálysértéseket. Most milyen szabálysértésekre gondolok? Iskolamulasztási szabálysértésekre gondolok, mert egy rendelet értelmében ugye szabálysértés követnek el azok a szülők, akiknek a gyerekei rendszeresen nem veszek részt az alapfokoktatásban. És akkor mennyibe kerül ez a szülőknek? Hát attól függ, hogy 1500-2000 forintos szabálysértések vannak. Az elején ugye figyelmeztetések vannak, és ahol rendszeresen ismétlődnek ezek a mulasztások, ott már komolyabban szabálysértenek. Az alsószentmártoni szülők a szabálysértés kifizetéséért rendszeresen az önkormányzathoz fordulnak segélyért. Ezt azonban ritkán kapják meg, így aztán a büntetés többnyire csak a papíron létezik. Az egyházas haraszti iskola vezetője viszont nem ezt tartja a legnagyobb problémának. Vannak olyan tanulók, akik élettársi kapcsolatot létesítenek, és azért maradnak ki a rendszeres iskolába járás alól, ugyanakkor az évvégi osztályozó vizsgákon nem jelennek meg. Hány évesek ezek a lányok, akik összeköltöznek a fiúkkal? Hát erre nem lehetne konkrét évet mondani. Itt a 12 évestől a 14 évesig bármelyik évfolyamon előfordulhat.
Ön, mint iskolaigazgató, próbálja ezt valamilyen úton, módon megakadályozni? Hát az élettársi kapcsolatot létesített gyerekeket kénytelenek vagyunk kitiltani. Tehát élettársi kapcsolat létesítése miatt felmentjük őket a rendszeres iskolába járásra. De akkor is kitiltják őket, hogyha akarnának tanulni? Ez megengedhetetlen, hogy valaki életközösségbe éljen, és ugyanakkor általános iskolába járjon. Ez elfogadhatatlan számunkra. Ön mire hivatkozva utasítja el ezeket a gyerekeket? Én tudom, hogy nem lehet a gyerekeket a törvény értelmében? A csipcsup ügyek miatt kitiltani. De ha mi itt az iskolában vizet prédikálunk és bort iszunk, akkor milyen példát mutatunk a gyerekeknek? A lányoknak ez hány százalékát jelenti, akik ilyen fiatalon 12-13 évesen valakivel összeköltöznek? Nem egy olyan óriási számról van itt szó. Évfolyamonként, ha inkább úgy fogalmaznék, hogy évente, ha egy, maximum két eset fordul elő. A felső tagozatosok közül sikerült nekünk is megszólaltatnunk egy olyan lányt, aki 13 évesen költözött össze egy fiúval. Amikor a tanulót döntés elé állította az igazgató, ő inkább az iskolát választotta. A vele készített beszélgetést azonban úgy döntöttünk, mégsem használjuk. Az alsó szentmártoni lányok egyébként valóban fiatalkorban kötik össze életüket párjukkal. Megismertünk szintén egy 13 éves lányt, aki néhány hónap múlva már szül. Számukra nincsenek célok, amelyekért küzdeniük kell. Egyszerűen azt az utat járják, amelyet szüleik is végig tapostak. Az ott élők azt mondták, hogy gyerekként mindenkinek szép álmai és elképzelései vannak az életről. Gyakran röpítik magasba a gondolatok a fiatalok lelkét, majd egy kis idő múlva tisztán látják mindazt, ami körülveszi őket. A magyar nép az későbben érik, mint a cigány, ugye? Már hogy biológiailag? Igen, igen, igen. De hát előbb érik arra célra a cigány ember, ugye, mert egy másfaj, és azért, mert korábban mennek férhez, meg nősőnek, meg ilyen célokban. Azt mondta nekünk valaki itt ebben a faluban, hogy nem ritka az, hogyha valaki 12-13 évesen lesz terhes. Sőt, családja szül már akkor, 13 éves korában. Tehát akkora már megszülnek itt az igen, ember? Igen, van már olyan is. Meg volt is. Pista bácsi szerint az asszonyok azért szülnek 4-5, netán 10 gyereket, mert utánuk kapnak annyi szocból kedvezményt, hogy abból házat tudnak építeni. A jövőkép tehát többségüknél ennyit jelent. A fiatalok közül viszont akadnak olyanok is, akik ennél többet szeretnének elérni. Én jogász szeretnék lenni, mert nagyon nagy az igazságérzetem, és hát az osztályfőnököm is ezt a pályát javasolta. Azt tényleg nagyon sokat kell tanulni. Hát igen. Egyébként ez az igazságérzet, amit az előbb említettél, ez mit jelent? Hát mondjuk, hogyha valami van az osztályban, akkor mindig hozzám jönnek, hogy most döntsek, hogy most mi van meg. Hát ha verekednek, akkor nem állok ott és tétlenül nézem, hanem megmondom, melyik volt a hibás és melyik nem. És könnyű eldönteni az igazságot? Hát nem nagyon, mert mondjuk az megre azt mondom, hogy hibás, akkor az megharagszik rám, és akkor olyanokat mondta, hogy én utálom, hogy azért mondtam ezt meg, hogy ki nem állhatom. Szóval ilyenek. A tanulással és az iskolai eredményekkel viszont nem túl népszerűek a gyerekek. Évit társai is megvetik azért, mert majdnem kitűnő tanuló. Sokan azt mondták nekem, hogy azért utálnak minket jó tanulókat, mert hát a tanárok kedvencei vagyunk, meg állandóan dicsérnek minket, meg hát meg egy jó pár dologért. Többet számít egy jó eredmény, mint az, hogy az ember elveszíti ezeket a társait? Hát az is számít, hogy jó barátaim is legyenek, de az eredmények az viszont fontosabbak, legalábbis az én részemről. Évinek mindössze egy barátja akad az iskolában, természetesen ő is jó tanuló. A jogászpályára készülő lány biztos abban, hogy Alsó-Szentmártonból el kell mennie. Azok pedig, akik ott maradnak, figyelnek. Nézik a polgármestert és a családját, ki hogyan él, kíváncsiskodnak, hogy mi lesz a következő fejlesztés, majd aztán elmondják álláspontjukat.
Ennek középpontjában természetesen a polgármester és a fia áll. Hát a polgármesternek a fia, ő is képviselő, és ő lett most a polgármester helyettes, ugye? Ebben benn van neki a rokonsága, Komos Rógor jó barát, és akkor ezeket nem lehet innen termozítani. De hát segítenek neki, csak. Hát inkább a, akkor úgy mondom, ha a rokonaiknak ad 5000 forint segélyt, egy kívülállónak, aki nem rokona, hiába van neki 8 családja, 2000 forintot kap. És azért nagyon nagy különbség a kettő között, hogy ilyen csinál. De hát nincsen egyenlőség nála, hanem nagyon megválogatja azokat, akik úgy táncolnak, ahogy ő fütyül. Miért járnak jól azok az emberek, akik úgy táncolnak, ahogy a polgármester úr fütyül? Hát sokan elmennek neki ingyen dolgozni a szőlőben, meg ide-oda, mert van neki, nem tudom mennyi szőlő van neki két présháza, van neki. Ugye olyan berendezése van neki a présházban, mint másnak nincs a szobában, ugye szőnyek, meg ezek, meg minden, televízió. És akkor elmennek oda segíteni neki. Na jó, de ebből mi hasznunk van? Hát az a hasznuk nekik, hogy segélyhez jutnak, meg ilyesmi. Hát a segélyhez mindenki juthat. Hát csak nem mindegy, hogy milyen alapon. Tehát elképzelhető, hogy bizonyos összefonódások vélhetőek fel a hivatali vezető, illetve a lakosság között? Igen, pontosan. Ez az állítás nem igaz. Meg kell nézni mindazokat a kérelmeket, amelyeket benyújtanak. Egyetlen egy elutasító határozat nem született. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ez nem állja meg a helyét. Ez egy kitaláció. Ez egy ellenzéki vélemény. Az alsószentmártoniak egyébként gyakran felteszik a kérdést, hogy az ország ezzel a faluval valóban az Európa Unióba megye. Én szerintem az ország területén még sehol se nem érezhető. Mert ugyanúgy a Horn kormány, az Antal kormány, meg most ez a kormány is még, én szerintem még nem sokat tett azért, hogy az alsóbb része, hogy ezt érezze. Mert szerintem inkább jobban el vannak nyomva, mint hogy segítenének. Lehet azt sejteni, hogy vajon Alsó-Szentmárton jövője miről szól? Hát ez egy nagyon nehéz jövő, mégis nagyon bizonytalan sok. Nem tudok jósolni, vagy profétálni, nem tudom megmondani, hogy mikor következik be változás. A falu jövőjét illetően senki sem bocsátkozott proféciákba. Az alsószentmártoni emberek minden nap elindulnak a számukra kijelölt úton, ki fűszfavesszőkért, ki pedig az erdőbe tüzelőért. Számukra egy dolog létezik, túlélni a Mát. A polgármester ugyan említést tett 45-50 ember munkába helyezéséről, de ez éppen annyira bizonytalan, mint az előre elkészített vesszőkosarak gazdára találása. Erre mondták az alsószentmártoni cigányok, hogy olyan az életük is, mint a kosarak sorsa. Megnézegetik azokat, elcsodálkoznak az arra járók, hogy ilyen is van, aztán tovább állnak. Pedig ha lenne annyi segítőkész, mint ahány füles kosár készült, Alsó-Szentmárton nem lenne Baranya megye.